remélem. Sziasztok! Üdvözöllek újra titeket a csatornámon. Elhoztam nektek az Ismerj meg tag videót, amit már nagyon vártam, hogy elkészítsek nektek, és alapkérdéseket fogok megválaszolni. Lássuk is a videót. Az első kérdés, hogy mi a neved? Engem Rózsai Csengének hívnak, és nyilván ez a csatornámnak a neve is, ahogy látjátok. Nincsen harmadik nevem, és ami a nevemhez egy érdekesség fűzhető, mert nagyon sokan mondjátok, meg írjátok, hogy milyen szép nevem van, és valóban nagyon szép ez a vezetéknév, hogy Rózsahegyi. Ez egyébként egy felvett név, meg hát egy magyar is, magyarosított név is egyben, de ezt még az én ük nagypapám választotta ezt a nevet a családnak, és tényleg nagyon szép nevet választott. Második kérdés, hogy hány éves vagy? Én most 22 éves vagyok. Harmadik kérdés, hogy mit tanulsz? Én jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula pedagógus képző karán tanulok képalkotás szakot. Ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdést kapok egyébként, és biztos, hogy lesz a csatornán még olyan videó, ahol a képalkotásról fogok mesélni, hogy milyen volt nappalisként, és milyen most levelezősként, ugyanis én másodéves vagyok, és a második évemet levelezősként folytattam. A negyedik kérdés, hogy van-e barátod? Nekem vőlegényem van, és Áronnal már 7 éve vagyunk együtt, és 1 éve vagyunk jegyesek. Következő kérdés, hogy milyen magas vagy? Én 170 centi vagyok, és tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Hatodik kérdés, hogy kutya vagy macska? Mindkettő. Mindkettőt imádom, és most ugyan kutyusunk van, de macskáink is mindig voltak, és én majd később is mindkettőt szeretnék. Hatodik kérdés, hogy beszélsz-e nyelveket? Igen, beszélek. A magyar beszél. A magyar nyelvet tökéletesen beszélem, bár nincs belőle nyelvvizsgám. Egyébként angolul tanultam, és most nem tanulok, de abból szeretnék nyelvvizsgázni, és még spanyol nyelv az nagyon érdekel, nem sokára remélem azt is el tudom kezdeni. Nyolcadik kérdés, hogy mióta rajzolok? 6-7 éve kezdtem el rajzolni itthon hobbi szinten, egyébként 1 éve tanulom. 9. kérdés, hogy mi a kedvenc illatod? A kedvenc illatom az a fenyő illat, a frissen vágott fűnek az illata, meg amikor nyáron esik az eső, és utána az az illat, hogy kilépsz a házból, és akkor a betonnak olyan jó illata van. Egyébként a kedvenc parfümöm jelenleg az egy Antonio Banderas parfüm, és Queen of Seduction névre hallgat, és ezt hát úgy kaptam ajándékba, és eszméletlen, hogy mennyire eltalálták, hogy nekem milyen illat tetszik. Előtte több éven keresztül keresgéltem magamnak illatot, viszont ez a parfüm istenilyen finom, és nagyon szeretem, és más most nem is tetszik. 10. kérdés, hogy van-e testvéred? Igen, van egy bátyám. 11. kérdés, hogy van-e fogszabályzód, vagy szemüveged? Nekem fogszabályzom, mint láthatjátok, nincsen, és nem is volt soha. Szemüveges viszont vagyok, és hát most nincs rajtam, mert tükröződik rajta a fény, meg nagyon zavaró, de egyébként mindig rajtam van, és több szemüvegem is van, és sajnos nem lehet kontaktlencsém, úgyhogy már lassan 7 éve vagyok szemüveges. Amióta megvan ez a keret, azóta szeretek szemüveges lenni. Következő kérdés, hogy mi volt a kedvenc tantárgyad? A kedvenc tantárgyam, ami így a legkedvencebb volt, az talán a testnevelés, de szerettem még a matematikát is,
és a magyar nyelvet, de nagyon, nagyon sok tárgyat szerettem. Alig volt olyan, amit nem. Azt is csak szerintem a tanár miatt nem szerettem. Tea vagy kávé? Hát... Tea. 14. kérdés, hogy mi a kedvenc színed? Erre egyébként nagyon nehéz válaszolnom, mert nagyon sok szín van, ami tetszik, és szeretek, és nyilván mindegyik színt szeretem, mert mindenhol használom az összes árnyalatot, és mindig szeretek új árnyalatokat kikeverni, most ugye a festésről beszélek, de úgy alapvetően szeretem a fehéret, szeretem a narancssárgát, majd bevágok ide ilyen árnyalatokat, hogy amúgy szeretem a zöldet is, de nem az összes árnyalatát, hanem van egy ilyen paletta, amit nagyon szeretek. Tehát a zöldet, a barnákat szeretem, meg az ilyen paszteles színből olyan színeket, mint a szürkék, meg a rózsaszínek, azokat is szeretem. Következő kérdés, hogy mit sportolsz? Én most zumbázok, és már jó pár éve. Az tényleg egy ilyen hobbi is nekem, nagyon szeretek. Amúgy egy ideje már itthon nyomom, ugye a vírus helyzet miatt nincs is lehetőség elmenni teremben. Úgy szoktam csinálni, hogy berakom a tévébe nagyba, és akkor még sincs az az érzés, hogy egyedül vagy, hanem majdnem olyan, mint a terembe. meg futni szoktam. Ezeken kívül amúgy szeretek görkorcsolyázni, meg korcsolyázni télen, és nagyon sok sportot kipróbáltam már, meg folyamatosan új sportokat próbálok ki. Amúgy versenyszerűen, tehát hogy mit sportolsz, tehát versenyszerűen most jelenleg semmit, de régen lovagoltam, úsztam, kosárlabdáztam, meg gyógytornáztam nagyon sokáig. Igen, azokat komolyabban. De most így a zumba meg a futás van. 16. kérdés, hogy mi a kedvenc sorozatod? Jelenleg, amit nézek, az a Mandalori, vagyis a The Mandalorian sorozat, ami ugye a Star Warsnak meg a Disneynek egy ilyen közös sorozata. És én amúgy a Star Wars-t nem láttam, csak az első részét kezdtem el nézni, így felnőtt fejjel, és tervem van azokat is megnézni, hogy azokat is megnézem, de ezen kívül is tetszik ez a kis mini sorozat, vagy nem tudom, minek hívjam, és egyszerűen a Baby Yoda nagyon cuki benne. Ezen kívül, amit kedvenc sorozatnak mondanék, az mindenképpen a Breaking Bad. Mi a magyar címe? Mindegy. A Breaking Bad-et mindenkinek ajánlom. Nyár vagy tél? Hát aki engem ismer, az most rávágná, hogy nyár. Ugyanis a kedvenc hobbiaim közé tartozik a napozás, és ezt csak nyáron lehet csinálni. De amúgy több szempont miatt nagyon szeretem a nyarat, szóval ha kettő közül lehetne válaszolni, akkor a nyár, de telet is szeretem, és mindegyik évszakban van valami különleges. Amúgy a best az az ősz, meg az indián nyár. Azt különösen nagyon szeretem. 18. kérdés, hogy mi a kedvenc könyved? A kedvenc könyvem az egy trilógia, méghozzá Francine Riversnek az Oroszlán jele trilógia, és Hang a szélben az első résznek a neve, vagy a címe, és az egy olyan könyv, hogyha elkezded olvasni, akkor biztos, hogy nem fogod tudni abba hagyni. 19. kérdés, vagy felszólítás, hogy meséld el egy vicces gyermekkori emlékedet, ami most eszedbe jut. Eszembe jutott egy, lehet, hogy a postás miatt, aki most itt köröz az utcánkban, hogy amikor ilyen 10 éves voltam, akkor lehetett még ingyen termékmintákat rendelni az internetről, és kezdve az ilyen OB-tampon, meg egészségügyi betét, amik egyébként a leghasznosabbak voltak, ugyanis rendeltem minden színfogókendő, meg csempemintákat, és mivel nagyon sokat rendeltem, és mindig ugyanaz a postás hozta, ezért azt találtam ki, hogy ilyen vicces neveket adok meg, hogy arra a névre hozzák ki. És
Szerintem elraktam a leveleket, a legviccesebbeket, úgyhogy ez lehet, ezt ide bevágom. De ilyen csecsebecse, meg punkpenge, meg ilyen spanyol nevek voltak, amikre rendeltem. Úgyhogy a szüleim örültek főleg, akik átvették ezeket a leveleket. Hát ez volt egy ilyen kis vicces dolog, ami most így hirtelen eszembe jutott. És az utolsó kérdéshez érkeztünk, ami pedig az, hogy mi a csatornád fő témája. Fő témának a művészetet választottam, és hogy a művészet hogyan jelenik meg az én életembe. És ezt szeretném nektek átadni a videóim által. Szóval ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ne felejtsétek el lájkolni, ha igen. És nyugodtan írjátok meg kommentben, hogyha van valami kérdésetek ezeken kívül, mert szívesen csinálok ebből egy másik részt is majd, vagy ilyen érdekes tények videó biztos, hogy lesz, csak később. Szóval írjátok meg nyugodtan kommentben. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a legközelebbi videómban. Sziasztok! De már, mosin a postás!